Hello! Mehetünk! Itt vagyunk! Korán reggel gonosz vagy. Szevasztok, jó reggelt! Szevasztok, srácok, üdvözlet mindenkinek, boldog csütörtöket! Már csütörtök. Igen. Ez egy teleport volt nekem amúgy. Ez egy zavarba ejtő furcsa nap, de ez van. Teleport volt megint? Ez van. És csak, itt kezdjünk ezzel. Jani, neked szegezték a kérdést. Cheese adv 11 jelző, miről lesz ma szó? Ez egy nagyon jó kérdés. Például... Igen. Hallottatok-e arról, hogy kísérleteznek itt állami szinteken az ingyenes jogosítvánnyal? Nem mondod, komolyan. És ez egyébként egy labor körülmények között tenyésztett egyed, vagy valami nem, ez más? Viccén kívül tényleg. És ez hogy néz ki? Erről? Igen. Valamit hallottam róla. Középiskolásoknak lesz lehetősége erre, akik Szabolcs, Szatmár... Nem, Jász Nagykun... Szolnok megyében vannak, tehát abban a megyében lesz a kísérleti fázis, és középiskolásnak lesz lehetősége ingyenes jogosítványt szerezni. És a honvédség fogja ezt csinálni. A honvédség emberei lesznek az oktatók. 2000 embert fognak foglalkoztatni, akik ezzel fognak foglalkozni. Amúgy az a terv. Aha. És középiskolásként ingyenesen jelentkezel, és van elméleti oktatás, gyakorlati oktatás. Érdekes. És már most kezdenek persze fellázadni a tanuló, tehát a sulik, aha, akik tanítják ezt az utcát, hogy tönkre fognak menni. Aha. Hogyha lesz rendben. Ilyen. Hát igen, tönkre. Aha. Amúgy. De durva. De várj egy kicsit, mert erről volt régebben szó. Most akinek van erről plusz infója, én úgy tudom, hogy vagy ez nem az, hogy de csak egyszer. Szerint. Tehát, hogy nem úgy van, hogy ugye megvan az oktatás, és akkor ingyenesen megszerezheted a jogosítványodat, de ha nem sikerül, akkor a következő próbálkozásért már fizetni kell? Azt nem tudom, erről nem olvastam. Lehet. Vagy nem az tudom, egy másik ilyen kampány volt, mert ugye volt valami ilyesmi, hogy ott is valamilyen korosztály alatt lehetett szerezni ilyen támogatást rá, vagy mi az Isten? Erről nem volt szó a cikkben. Uh-huh. Ennyi volt csak, hogy az oktatás ingyenessé teszik. Az csak az első vizsgadíj? Akkor lehet, nem, hogy nem, nem, úgy nem, nem, ő arra beszél, amiről én beszélek. Igen. Hogy az olyan volt, de itt az oktatás is ingyenes. Így teljesen ingyenes. Tehát beépítik, úgymond, tehát a középsorisként tudtok jelentkezni rá, és akkor a honvédségnek az emberei, akik megtanulják ezt, megtanítanak ezzel. Igen, ez azért egy kérdéses, amit Pisti felvetett, hogy oké, most minden ingyenes, de és hogyha nem sikerül az első forgalmi vizsga, akkor, persze, akkor a második az már fizetős, lehet, vagy az is lehet, már. Lehet, hogy az lesz. Lehet, igen, vagy lehet, hogy van valami ilyen cucc benne, tudod, hogy most mit tudom, hogyha három alkalommal nem sikerül, akkor csak rád húzzák a lét. Gondolom, hogy valami olyasmi van mögött, hogy itt írták, hogy a honvédségben lesznek átképezve emberek erre. Persze. Tehát már jelenleg, persze. Is, tehát már jelenleg is fizetett emberek fogják végezni. Valószínű. Végezni egy másik tevékenységet. Igen. Ja, érted, miről igen, beszélek? Igen. Igen, ez egy B-kategóriás jogsiról van szó. Aha. Tehát azt lehet szerezni. Nem tankokat fognak vezetni, nem vagyis harckocsikat. Igen. Mondjuk, hogy mentem volna. Az túlva lenne. Az egy kicsit megrángatni. Igen. Most erre nem tudok mit mondani. Értem a másik oldalnak az álláspontját, de amúgy ez egy pozitív dolog, hogyha lesz ilyen lehetőség az embereknek. Persze felmerül a kérdés, hogy akkor mennyivel több autós lesz az utakon, de... Nem arról van szó, csak... Azért, hogy jogsítva nem biztos, hogy... Ez egy lehetőség. Igen, tehát feltételezheted azt is, hogy ezek az emberek, akik mondjuk ennek keretén belül jogosítványt szereznek, amúgy is szereztek volna, csak később. Lehet, bár mondjuk azért nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak. Ez igaz, hogy kurva drága jogosítvány. Ez nagy segítség ilyen szempontból. Szóval... Hát azok mondjuk szeretnének jogosítványt. Akik azt írják, hogy ez senkinek nem lesz jó, azért ez így nem igaz. Hát azok, akik benne lesznek a program, azoknak mindenképp jó lesz. Ez most egy olyan dolog szerintem, hogy nyilvánvalóan van nagyon-nagyon sok olyan dolog ezen a világon, ami kívül esik valakinek az érdeklődési körén, vagy egyszerűen csak így a környezetén, és emiatt így elmennek mellette. Nem tudom. Úgyhogy érdekes, ez szeptembertől fog indulni, tehát az a 2024 szeptemberi tanévtől, uh-huh, és akkor Szolnok megyében, vármegyében. Uh-huh. Érdekes. Érdekes lesz. Engem egy kicsit az érzés kerít hatalmába, hogy mit érezhetnek azok, akik most fejezték be a jogsit, és kifizették ott a 4-5 forintot, de hát... Igen. Jó, hát ez... Ez mindig van ilyen, igen, a világban. Igen. Meg így jártak. Sajnos ez van, szívás.
Igen. Tegnap kérdeztétek a délutáni test streamben, és most is látom, hogy néhányan megkérdeztétek ezt az iShow Speed-es dolgot. Én mondtam nektek, meg beszéltem már nektek róla, hogy sajnos, és ezzel nyilvánvalóan nagyon sokan úgy veszik ezeket a dolgokat, hogy én degradálóan beszélek ezekről az emberekről, stb. Holott szó sincs erről, ez az én hiányosságom, hogy én nem igazán követtem ezeket az arcokat, tudok róla, hogy léteznek. Én tudok róla, mi történt. Hogy elvileg jön ide. Ugye most egy ilyen hatalmas turnén van ő, igen, nagyon sok országot meglátogat, ezért úgy néz ki, hogy ide is jönni fog. Azt tudom, hogy múlt héten említették, hogy van rá esély, hogy jönni fog ide is, ezek szerint akkor ez megdőlt. Tehát tudok róla, hogy borzasztó népszerű ember ő, tudok róla, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik, tudok róla, hogy nagyon sok pénz, mert ugye ez valahogy így hozzátartozik, mert mindig valami pénzzel osztják, persze, meg, vagy hogy nincs, vagy hogy van, vagy nem tudom. De én nem szoktam nézni a tartalmait, nem ismerem, hogy ő miket csinál. A múltkor kérdeztem is, hogy konkrétan neki ezek az IRL tartalmak miről szólnak. Láttam egy pár ilyen Twitter kivágást, hogy ilyen sportolókkal, főleg a focival kapcsolatban, persze, látok vele nagyon-nagyon sok kontentet. Így nagyon híres focistákkal csinál, hát nem interjút, hanem így nem tudom, valamit. Hát így megy velük. Igen. Ökörködik velük. Ökörködik velük, igen. Így van, de az az igazság, hogy nem tudom véleményezni a dolgot, mert mondom, nem ismerem ezeket a fajta tartalmakat. Nem is kell ismer, Pisti, mert tudod, hogy mi van benne. De ugye ez így ilyen IRL content, hát is kész. Ennyi. Értem. Igen. Okay. Semmi extra, tehát... Értem, csak egyszerűen ő egy ismert csáv, aki nagyon sokan szeretnek, és akkor ő így szétnéz. Ennyi. Néha bemegy egy boltba. Aha. Ráugat egy random ember az utcán. Igen, ilyen klippeket láttam. Ilyen ugatni szokott. Hogy ilyeneket sem, nem tudom miért. Hát ez egy ilyen mém. Ja, ez egy mém. Hát így vele kapcsolatban az. Igen, meg azt tudom, hogy szokott így szaltózni. Azt is tud. És igen. Igen, igen. De most ezzel mondom még egyszer, egyáltalán nem degradálóan akarok, egyszerűen ez van. Tehát, hogy most... Tehát ugye ez a content, vagy ez egy része, igen, amit én láttam de belőle. Tök jó, hogy jön ide, mert hogyha itt vagy egy random kocsmába bemegy és ráugat egy emberre, szerintem... Nem lesz ott semmi gond, hogy vannak vele emberek. Nagyon nagy emberek vannak. Nagyon nagy emberek vannak benne, úgyhogy ne bántsátok, még ha akarjátok lehet, se. Lehet, függetlenül azért, hogyha valaki nagyon gyors, akkor azért lehet intézkedni. Görögországból láttam vele egy klippet, amikor így megpróbált valaki így árnyékboxolni vele az utcán. Én annyira nem kezdenék el vele amúgy balhézni. Mármint iShow Speed-del, mert ott majdnem ott maradt a másik, igen, srác. Igen, igen. Úgyhogy, ja, mondom, hajrá, hogyha szeretitek őt, akkor majd nézzétek, hogy hol lehet vele találkozni. Amúgy állat, hogy ide is jön szerintem. Tehát ez most miért ne, érted? Hát, hogyha már európai túra, akkor ide is hát kell. Ja, meg eleve mondom, tudom, hogy itthon is nagyon sokan szeretik. Biztos, hogy lesz majd valamilyen public cucca, ahol lehet vele találkozni. Hát... random fellövi a streamet, és akkor, hogyha van időd, akkor elmész. Ja, de csak úgy mondom, nyilván mi nem tudunk Magyarországhoz szólni, csak egy icipici részéhez. Léci, ne csináljátok azt, amit a norvégoknál. Igen. Legyetek kedvesek, így is minket, tehát már mi vagyunk itt a világ, nem tudom, igen, milyen szemét sarka lassan a nemzetközi sajtóba. Legalább a haját ne tépjétek szét. Legalább Speed mondja azt, hogy nem volt rossz. Biztos, hogy nem Debrecenbe jön, van egy érzésem, hogy ott Budapesten lesz, igen, a belpestiekkel. Így van. De jó helyen lesz. De jó helyen lesz. Ők legalább ismerik. Hát biztos többen ismerik Budapesten, mint itt Debrecenben. Ez 100%. Nagy számok törvénye. Igen. Na, mindegy, értitek. Csak ennyit tudok hozzáfűzni. De úgy mondom, királyság, szerintem, mondom, nekem nem is tisztem ítélkezni erről a dologról, mert most értitek, neki jó, ő nagyon nyomja. Így van. Szerintem ennek örülni kell, és kész. Jön, és nagy segítség ez a magyar családoknak, hogy jön. Nézd, Jani, az előbb azt mondtad, hogy a ingyenes jogosítvány is az. Azaz. Az egy egészen más téma. Mérleg hasznosabb, mint iShow Speed. Biztos vagyok benne, hogy van olyan a chatben, aki nem érted egyet. De mindenfajta ember. Amúgy egy B-kategóriás jogsi és iShow Speed között szerintem sokan a jogsit választanák. Ez én is. Én is, nyilván. Jani, de lehet, hogy itt is véletlenül el fogja hagyni az egyik cipőjét. Hát mennyit de ez a nagy segítség el? Dolgot, ez... Jó, ez csak egy mém. Hát na jó, de most sót nem hiszem, hogy az állam intézte. Nem, csak én csak röhögök, hogy... Nem, mert úgy, igen, a jó dolgot nem. Jó dolgot nem. Vagy úgy érted, hogy ez nem jó, és ezért biztosan? Nem, ez egy nagyon jó dolog, hogy jöjjön. Na mindegy, szóval köszi a kérdést. De köszönjük, láttam, de amúgy tényleg nem vágom. Tegnap óta szétfeszítette az embereket ugye ez a kérdés, tegnap délutáni stream óta, hogy mit szólunk hozzá, hogy jön. Mondom, szerintem királyom. Úgyhogy. Én azt láttam, hogy sírt, hogy ugye veszített Portugália. Ki?
Hát Portugália az EB-ről kiesett. Igen. Ja, mikor kiesett? Azt hittem, hogy ez mostanában volt, hogy... Hát mostanában volt, hát, múlt hét pénteken, azt hiszem. Nem érted. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy összezavarodtam az elődöntőknél, és Portugália is ott volt. Ja, értem. Nem. De nem. Hogy mit csinál? Nem hiszem, hogy ilyen túlságosan nagy tömeg lesz, de biztos, hogy valahányan lesznek. Hát... Az a baj, most én nem akarok PC dolgokat mondani, hogy mitől függ, hogy tömeg lesz-e vagy nem, úgyhogy inkább nem mondom. Egyébként jó. Mostanában nagyon sok tömeg van. Angliának is milyen jót tett Taylor Swift? Igen? De hogy jön ide most Taylor Swift? Vagy lehet nem. Azt hiszik, hogy Ásos Pete Taylor Swift? Nem, Taylor hogy, Swift? Swift? Hogy Taylor Swift jót tett Angliának, hát hogyha Magyarországnak is jót fog tenni Ásos Pete. De hogy van, hogy nem tudom, hogy hogy tett jót Taylor Swift Angliának, csak próbálom értelmezni az üzenetet. Hogy aha. Én se értem, aha. Hogy Ásos Pete hogy tett jót Magyarországnak. Nem értem a párhuzamot. Én se. Sehogy se jön össze. Most ez nem voltam is a képben. Hát én Taylor Swift-el sem vagyok nagyon képben egyébként. Azt nem vágom, hogy most ő mit csinált Angliában. Én amúgy se nagyon. Lehet, hogy ő rúgta a gólt. Nem tudom, én láttam róla ilyen táncos összevágást, én nem tudom képzelni. De lehet, hogy messziről egyébként, nem tudom. Uh-huh. Vagy rászorta, nem tudom, milyen átkot a hollandokra, vagy kik. Hollandok ellen játszottak, ugye? Az angolok, igen. Ugye? Igen. Igen. Tágítja a látókört? Amúgy az enyémet is tágítani egyébként. Is igazából megtudom, hogy mivel foglalkoznak az emberek. Mert az az igazság, hogy nagyon durva, hogy nem tudom, hogy figyelitek-e vagy sem, de sokszor előfordul, hogy beszélgetünk itt a Happy Hour meg műsoron kívül is így a srácokkal arról, hogy, hogy milyen érdekes, hogy milyen nehéz eljutni az emberekhez manapság, és ez amiatt van, mert ugye mindenkinek már, és ez ilyen nagyon fura, ilyen kialakult algoritmusa van az interneten, tudod? Aha. És én tudok úgy létezni, és ez annyira béna, de sajnos ez van, hogy az emberek, mit tudom én, felkelnek reggel, elmennek dolgozni, hazajönnek, beszélnek a családdal, lefekszenek este, és csá. Ez így az input, és minden információ arról, hogy a világban mi történik, az általában a interneten keresztül zajlik, illetőleg nem az interneten keresztül, hanem social médián. Vagy Facebookon, vagy Twitteren, vagy Instagramon, vagy TikTokon szívjátok magatokba az infót. Na, ha én mondjuk így élném az életem, tehát ebben az ökoszisztémában, ahogy a legtöbben élik, akkor simán mondhatnám azt, hogy ki a faszom az a Taylor Swift? Soha nem maradtam róla. Érted? Azért, mert mit tudom én, évek óta tudod, neveled az algoritmust, és neked nem ajánlja ezt a dolgot. Na. Tudod, nem kövesz bulvár cuccokat, nem kattintgattál rá, se csöcsös sajokat. Azért vagyunk lemaradva. Zenében más, most, ez most egy Taylor Swift-es példa, nem magamról beszélek. És tudod úgy élni az életet, hogy a világ egyik legnépszerűbb egyénisége így elmegy melletted teljesen. Ez így igaz. És így azt tudja mondani valaki, hogy hát hogy a faszomba van az, hogy valaki nem hallott még Taylor Swift-ről. És én is ezt mondanám, hogy hát hogy a faszomba, de ti is tudjátok, hogy simán van ilyen. Van. És ez amúgy tök durva, ha belegondoltok, hogy ez így létezik. Persze. Ez a dolog. És így azt tudod mondani, hogy na jó, de hát csak tudod ki az, és így nem. És akkor azon csodálkozol, hogy tudod így, nem tudom, valaki nem hallott még arra, hogy mikor kezdődik a happy hour. És akkor hogy csodálkozol, hogy tehát, hogy ha valakinek kívül esel az algoritmusán, akkor nem fog tudni. Annak az embernek nem igen. Létezik. Pontosan. De ez nagyon durva. És én is azt mondom, hogy sokszor, amikor így írtok ilyen témákat, vagy ajánlotok olyan dolgokat, hogy most mit tudom, hogy Ásos Pete, vagy Taylor Swift, vagy bármi ilyesmi, nekem is egyébként egy kicsit ilyen tágítja a látásmódomat. De ez kell is. Szinten, mert mellettem is elmennek ezek a dolgok. El is menne, ha nem foglalkoznánk ezzel. Igen, én azon csodálkozom, de biztos, hogy ezzel kapcsolatban fel tudtok homályosítani engem, hogy vannak amúgy olyan streamek, amik mutogatják a saját newsfeedjüket. Szerintem az olyan érdekes lenne. Szerintem az is érdekes lenne, Jani, hogyha egyszer leülnénk, tudod, jó, nem mondom, hogy ilyet fogunk csinálni, de egyszer leülnénk, és mondjuk így megnyitnánk mind a ketten a telefonunkon a Twittert, uha. És így elkezdenénk görgetni. Hogy van-e egyáltalán egyezés? Mik azok a dolgok, amik, ja. Tudod, amik mondjuk az amúgy elmúlt... Biztos, hogy lenne egyezés. Valamennyi biztos, hogy nyilván elkerülhetetlen, de mondjuk az elmúlt 3 napban olyan dolog, amiről te tudsz, én meg egyáltalán nem, és fordítva, aha. Csak amiatt, mert egyszerűen neked nem dobálja azokat a dolgokat. Megnézhetnénk simán. Amúgy a TikTok is érdekes lenne, ha lenne neked. Ez már csak ilyen. De Instagram reel-em van? Azt mondja, az a baj, nem használom. Nem használod? Mm. Nem. Ritkán görgetem. Az Insta, mi az newsfeedet, vagy nem tudom, nem a For You. For You? Tehát azt megnézhetjük. Azt meg, de mondjuk te, igen. Nekem nagyon sok lány lesz ott a főoldalon.
Az egészen biztos. Ez van most. De hát basszus, azt nyomja az algoritmus. Hát, nem tehetek róla. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Egyszerűen nyomja. Hát most nem tudok mit csinálni. Igen. De ez a része tök érdekes. És mert én is nagyon gyakran megkapom azt egyébként, milyen tájékozatlan vagyok, meg milyen bunkó, meg hogy most attól, hogy azt mondod valakire, hogy nem ismered, tudjuk, hogy ismered, csak bunkózol. Uh-huh. Tudod, hogy olyan, hogy az ki. Tudod, olyan, mint ez a beszólás, hogy az ki. Pedig nem. Tehát mondom még egyszer, nekem nincsenek, hogy mondjam nektek, ilyen mindenféle agenda szerint megalkotott terveim azzal kapcsolatban, hogy miről mi a véleményem, és nincs is semmilyen érdekem, hogy titeket félrevezesselek magammal kapcsolatban. Ha nem tudom valakiről ki, akkor azért nem tudom, egyszerűen nem jutott el hozzám. De például valaki látod, írt a chatben, hogy őnek itt például csak olyan videókat nyom Taylor Swiftről, ahol folyik az orra. Folyik az orra. Aha, hogy random ilyen videóklipek, hogy ahogy épp folyik az orra, meg törli az orrát. Sosa láttam ilyet. Valakinek Taylor Swift az orrfolyós lány. Na mindegy, de hogyha belegondoltak, akkor úgymond az algoritmus nélkül, tudod, nagyon üres járat lenne sokszor az a social lenne. Media. Amúgy az lenne, tényleg. Így van, és hát meg ugye nem elég intenzív, mert itt kinek van ideje olvasni. Mindig fenntartja az érdeklődéset, tudod, hogy mit tudom én, ilyen repülőgép, ilyen autógyár, csöcs. Hallottad, mi történt a mezőgazdaságban? Csöcs, mert ugye ott még egy nem fér már bele. Hát a mezőgazdaság az már lefáradt. Az nagyon durva. És vagy egy tudományos cikk után is rögtön csöcs. Azonnal mert... csöcs, de kettő. Ó, várjál, de kettő, mert itt már beszéltek itt folyékony hidrogénről, új. Nem jó? Tehát ugye az algoritmus figyel rád, hogy figyeljél, de az olyan, hogy teljesen ki tudsz maradni. És ez is egy olyan dolog szerintem, hogy az emberek sokszor ezen összeakadnak, tudod, hogy keresnek egy közös témát, és tudod, egy annyira népszerű dolog, uh-huh. hogy tényleg, tehát az a worldwide ismert népszerű dolog kerül szóba, és rendesen azt hiszik a másik emberről, mivel hogy a seggünkben is internet van, hogy tudod, hogy neki derogál. Nem azt, hanem, hogy az, hogy ő nem ismeri, az csak ilyen izé duma. Uh-huh. Tudod, mert hogy most mert játssza az agyát. Pedig nem. Mert tökre el tud menni mellette. Nagyon durva. De ugye a legjobb példa szerintem a tegnapi livestream fails, hogyha megnéztétek. Igen. Ahol egy csomó olyan livestreamer volt, amiről nem is hallottunk még életünkben soha, igen. És millióan követik őket. Ki is lett vágva egy pár olyan, amit ugye én mondtam a igen. videóban, hogy Janinak mondom, hogy bazen nézd meg, ez is egy 1 millió plusz followeres csatorna, és sose hallottam ezt róla. Soha nem azért, hallottam róluk. Mert ugye ja. mi... Pedig itt vagyunk ezen a platformon. Igen, csak nekünk a Twitch az gaming, tudjátok, igen. azt szoktuk nézni, igen. és ugye azokat dobálja. Jó, meg a lányokat, de az teljesen más. Az más. Érted? De ezeket az IRL-es srácokat, akik mászkálnak így mindenféle városban, meg mit tudom én, egyszerűen nem dobálja fel az algoritmus, nem tudom, hogy van. És igen, tudod, nem. azt mondják rám, hogy Úristen, most minek kell bunkózni, ezeket tudod te ki az. De nem! És másfél millió követővel, igen. meg ilyenek, és így és nem láttam soha. Soha. És életemben nem láttam még az arcát se. Igen. Egy klippet se láttam róla. Tehát abszolút. Nem, nagyon durva, hogy ennyire az algoritmus ennyire ki tud zárni. Ki? Dolgokat. Teljesen. És látjátok, így lehet egyébként ugye gyakorlatilag aki hisz ebben az egészben, vagy látta a Cambridge Analytica-t, hogy lehet befolyásolni az embereket. Ja, hogy tudsz úgy vezetni embereket ebben a világban, hogy nagyon fontos dolgokról nem tudnak semmi. Jó, a Twissziós klip az nagyon vicces az menő volt. Nagyon. Nekem hasonló az Instagramom. Amúgy nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek azt a videót. Köszönjük. Tényleg köszönjük. Igen, nagyon szépen köszi. Azt hittem, most már csak a Hattual Girl létezik. Amúgy, nem tudom, tudjátok-e, pénteken érkezik a Teljes Eminem album, a Death of Slim Shady. Aha. Az ugye megy a promó már hetek óta. Most a tegnapi promó az már aktuás. Komolyan. Igen, leköpi a sírt. Ne. És ott van, hogy semmi. De most hiányzik a te életedből az a csatorna? Mármint úgy érted, hogy amit eldug előre ja, az algoritmus? Nem. Ja, nem, egyáltalán nem, csak tudod, hogy mondjam neked, amikor szóba kerül egy új témakör, például egy happy hour-ben, vagy akár egy beszélgetés során, és tényleg van egy ilyen nagyon népszerű dolog, félreértelmezik az emberek azt, hogy lehet, hogy nem ismered, uh-huh. mert mindenki azt gondolja, hogy mindenki tudja, csak van, aki úgy tesz, mert tudod, nem tudom, a fiataloknál mennek ezek a dolgok, tudjátok, ez a folytonos terelés, és azt, hogy tudod, hogy jaj, biztos túl népszerű, és akkor te már nem akarsz ebben részt venni. Ez tényleg ez a derogál, ez, hogy... Tudjátok, ez olyan, mint a Facebookon, amikor megosztja valamelyik fantasztikus sajtó, hogy mit tudom én, valamelyik celebbel mi újság, és a kommentek fele az, hogy ez ki. Hát amikor rólunk ír valamelyik oldal, akkor is a kommentek fele az, hogy ezek kik. De azok őszintén írják. De simán lehet, most bazik, tehát hogy ne lehetne? Igen. Most például, aki csak Facebookot használ, mikor a faszomba találkozik velünk? Ha csak nem egy olyan oldal ír rólunk, amit hát, követ. Nem nagyon fogja bedobni neki az algoritmus, az hát biztos. Nem. Azért mondom, hogy most ez ezért teljes... kéne Facebookra is feltölteni a dolgainkat.
Igen, olyan jó lenne a Facebook népének is. Amúgy jó lenne. De azokról, az igazi toxik. De azokról az emberekről, akik Facebookon, mit tudom én, ha rólunk kikerül egy cikk, és elkezdik irogatni, hogy ezek meg kik, vagy kik ezek a faszok, vagy stb. Róluk is azt gondolják egy csomóan, hogy jaj, most mit kell bunkózni, meg biztos utálod őket, meg ilyenek. A faszt! Simán nem hallottak rólunk, és kész. Egyet én azt sem nagyon értem, tudod, hogy azok, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy biztos csak bunkózik, hogy így megnézed az embert, hogy egyáltalán hogy hallott volna, meg hol. Hát a legtöbb emberhez az egész pályafutásunk során egyébként ajzével a viccmesélős cucca jutottunk el. Ez biztos, igen. És nem YouTube-on. Igen, tehát szerintem a Cat Mario után az. Az, abszolút-e. De ugye a Cat Mario sokkal, tehát egy sokkal fiatalabb közönségnek ment ki. Ez egy sokkal szűkebb rétegnek így van. Szólt. A viccmesélős videóig, tudjátok, a viccmesélős videó, hogy azok mentek a leges legnagyobbat. Igen. És az a durva, hogy ugye azt YouTube-ra készítettük, és TikTokon. Persze, TikTokon jutott el a legtöbb emberhez, amit nem is mi tartottunk fel. Igen, és ugye engem gyakorlatilag vagy a hamburger kóstolás miatt ismernek fel már, ugye valahol a szabadban, a boltban, vagy valahol, vagy a viccmesélős videó miatt. Így van. És azzal kapcsolatban idősebbek, fiatalok, mindenki. Azzal sikerült átütni az algoritmust. És a gaminggel sose sikerült volna. Meg ezekkel a hülye süket szövegelésekkel, amikkel így nyomunk azzal sem. Nem. Hogy valamit kell. Látod, hogy mit tudom. Én 50 például, ez most megint béna sztori, hogy hívek, a Swiftik nem legyenek mérgesek rám. De látod, Taylor Swiftnek is néha taknyolni kell, hogy eljusson olyan emberekhez is, akikhez amúgy nem. És akkor az a verzió az eljut. Hozzám az AI-generált képen jutottak el. Azok azot is megvannak, nagyon tetszenek. Meg a múltkor láttam egy képet, hogy nagyon-nagyon ilyen lila zöld a térde. Hát, jó, hát, elesett. Hagyd be. Elesett, Pisti. Igen. Ennyire megosztjuk az embereket? Látod, valaki azt írta, hogy két munkatársra nem tudja, hogy kik vagyunk, egy pedig utál minket. Az ötből. Ezt hozzá kell tegyem. Az elég jó. És veled együtt vagytok ötem? Te meg én vagy a Lali meg te. Értem. Megosztóak vagyunk. Értem. Erről beszéltem tegnap vagy tegnap előtt pont egyébként. Hogy lehet utálni minket? Simán. Nézd, ez egy olyan dolog, erről beszéltünk, mondom, két napja. De elmondom még egyszer röviden. Ez egy zsigeri dolog. Tehát, ahogy te értelmezed most a fejedben, Csongor, hogy lehet minket utálni, az egy jogos kérdés lehet egy olyan univerzumban, tudod, hogy mit csinálunk mi, ami olyan borzalmas. Uh-huh. Érted? Meg hasonlók. Semmit. Tudod, a témáinkban igyekszünk nem megosztóak lenni. Tudod, videójátokkal játszunk, nem tudom, biztos utálja videójátokat. Tehát gondolhatsz ilyenekre. Nem erről van szó. Ez egy zsigeri dolog. Látod tőlünk két dolgot, két percig, és így... És vége. Igen, amúgy, úristen, a legdurvább, ezt nem is meséltem neked, egy ilyen nagyon durva élményem volt élőben. Na. Bementem egy kisboltba, direkt nem árulom el, hogy milyen bolt, mert akkor lebuknék. Úgyhogy bementem egy kisboltba vásárolni, tehát kettő eladó volt, meg én. És kértem egy cuccot, már fizettem volna meg minden, és akkor így oda szól az egyik srác hozzám, az egyik kiszolgáló srác, hogy hát azért élőben azért más vagy. De hallod úgy, hogy csak, előtte csak köszöntünk, tudod? Mondom, igen. Mondom, ez most pozitív vagy negatív? Hát most ez pozitív amúgy, mert én amúgy nagyon nem szeretem, amit csináltok. De így élőben, érted? Mondom, na! Mondom, hogy? Mondom, mi történt? Mondom, mi nem tetszik? Hát úgy, ez az egész. De mondom, ez egy zsigeri dolog. De mondom, szerintem. Figyelj már, de mondom, van 5 csatornánk. Meg mondom, még pluszban a livestream-en. Mondom, melyik része nem tetszik? Kérdeztem tőle. És hát ugye az egész. Mondta, hogy hát ugye ez az egész. Ez egy, gondolta, hogy... Ez egy ilyen vicc az egész, tudod, így mondja nekem. Mondom. Egyébként az. Jó van, akkor mondom, sajnálom, mondom, de nem tetszett mindenkinek minden. Yeah. Köszi szépen, hogy elmondtad a véleményed. Szép napot. És eljöttem. Én tudod, beszéltem, vagy meséltem neked itt a reggeli műsorban is. Nekem azért ezt gyakrabban mondják, mint Janinak. De ez tök durva, élőben. Én még így élőben, hát ennyire... És ezt mondtad nem. Nekem mindig, ja. hogy élőben te még ezt sosem meg minden. De van. Nem. De nem tudta megmagyarázni, mit nem szeret bennünk de amúgy. De szerintem nem is kell megmagyarázza egyébként ezt a dolgot. Ezt mondom, erről beszéltünk. Van, aki tehát meglát, és nem vagy szimpatikus. Nem tetszik a hangod, nem tetszik a stílusod, stb. Miért fektesen ő energiát ebbe az ez egészben? Csak azért volt nagyon furcsa szerintem, mert ugye ez egy boltban volt, ahol ő eladó volt. Igen.
És, hogy, tehát, és mi mondta is, mikor jöttem el fel, a kollégája, nem ő, hogy remélem azért, Jani, még erre jössz. Ja, jó, értem, hogy mondasz. Jó, hát ezt most, na, pozitívat és mondott. És amúgy még arra mentem, tehát, hogy... De pozitívat figyelme. Mondott. Azt mondta, hogy élőben nem vagyok gáz. Amúgy igen, végül is összességében jó volt. Igen, igen. Én értem, hogy őszinte volt, meg mindent megértek, tehát menő volt, hogy, hogy ezt így elmondta személyesen, szerintem is nincs ezzel gond, csak olyan furcsa volt a helyzet. Mert hogyha mondjuk az utcán találkozik velem, az más. De mondjuk az, hogy egy boltban, az kicsit olyan furcsa. Jó, hát most értem, mit akarsz de... mondani, hogy ez így nem, hát, nem, nem fest. Jó, értem, igen, értem. Igen. Értem. Na mindegy, de egyszerűen ez van, hogy mondom, szerintem ez ugyanaz, mint mikor nem vagy szimpatikus valakinek. Azt se tudja feltétlenül megmondani, hogy miért nem, egyszerűen nem. Van, aki tudod, így ilyen pár másodperces első benyomásból utál, vagy mondjuk például olyan műfajt csinálsz, amit azért utál, mert egy csomó farok csinálja, és te csak a hatodik olyan farok vagy, aki ezt csinálja, és kész. Tehát, hogy eleve ezzel nem tud túlépni. Szerintem nem kell ezzel, tehát nem is azt mondom, hogy nem kell ezzel foglalkozni, mert nyilván ez is visszajelzés. Vagy nem tudom. De, végülis az volt. De akkor is, mondom, vannak dolgok, amikkel nem tudunk mit kezdeni, ez van is kész. De amúgy ilyennel találkozik az ember, persze. Igen. De én nagyon-nagyon ritkán, szerintem kettő ilyen eset volt, mióta van a csatornánk, hogy valaki személyesen ilyen nagyon negatíven, vagy negatívan állt hozzánk. Nekem ennél sokkal negatívabbakat is mondtak élőben, így nem tudom, emberek, de mondom, a legtöbbel kapcsolatban én mindig úgy voltam vele, hogy értem, hogy nekik így nem, vagy mit tudom, nem vagy szimpatikus. De hogy én is meg tudom érteni, persze. Vagy hasonló. Szerintem ez egy normális dolog. Az. Mert igazából szerintem azért nem nagyon van értelme, pont amit itt írtak az előbb, ebben nagyon belemenni egy emberrel, mert tehát nem fogod megérteni, az a baj. Tehát aki nem fogod... az miért nézett, nem feltétlenül nézett. Nem feltétlenül néz, egyszerűen csak tudod, mindig bedobja igen, neki. Igen, látott tőlünk egy-két tartalmat, nem elnyom. Tetszett neki, és aztán így elkönyvelte magának, hogy ez egy szar. Szélsőségesen megosztóak vagyunk? Na, várj egy kicsit. Az, hogy valaki megosztó, azt elfogadom, meg arról beszéltünk. Szélsőségesen megosztó? Hogy lehetünk szélsőségesen megosztóak? Ez most megint egy olyan dolog, hogy már nem tudod hova fokozni, vagy érted, hogy szélsőségesen. Mert azért, aki szélsőségesen hát, megosztó, az mondjuk már... Szerintem arra gondol, hogy valaki vagy nagyon-nagyon szeret minket, vagy utál. Ja, értem, erre gondolsz? Azt hittem, hogy ilyen kuklusz. Látod, erre gondolt, le is írtam. Hát csak ez nem ezt jelenti. De mindig nem ez a lényeg. Értem? Szerintem nem. Szerintem a legnagyobb része a kedves nézőinknek így azért néz, hogy valami legyen. Hát maximum vannak szélsőségesen megosztó tartalmaink. Azt el tudom képzelni. Akik csak így a rajongóknak szólnak, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Hát mondjuk, igen. Például a meme review. Azt szerintem egy olyan dolog. Jaj, abszolút. Hogy a legtöbb embernek azt szerintem nagyon megosztó tartalom, mert most vagy úgymond így velünk együtt él itt az interneten, vagy nem. Hát, jaj, értem, szóval, hogy mondasz. Aha, igen. Na mindegy, de ez is egy vélemény, én elfogadom. Mondom, ez ilyen, ezek... Vagy a tier list, az is nagyon jó példa. Igen. Az is szélsőségesen megosztó. Hát az, mert az csak és kizárólag a mi véleményünk, és az igazság, hogyha nem ismersz minket, akkor tényleg sok értelme nincs. Így van. Ez igaz. Szerintem nem kell ezeket feltétlenül, mondom, ennyire durván venni. Az ember igazából így kiteszi ezeket a kontenteket az internetre, és reméli, hogy olyan emberek találnak rá, akikből kivált valamit, vagy röhögnek egyet, vagy kapnak valami infót, vagy nem, tök mindegy. Igazából ennyi ez az egész, amit mi csinálunk. Mondom, az meg, hogy vannak ilyen emberek, most nem fogok példákat mondani, mert elmondtam már a reggeli műsorban, szerintem az összes ilyen negatív találkozásomat emberekkel, mindent elmeséltem, aha. És még egyszer nem fogom elmesélni ezeket. De ja, őszinte leszek veledek, én tudok mai napig ilyen, tehát a közönségből embereket, így konkrétan, hogy előttem van az arcuk, meg tartalomgyártókat is, akik úgy utálnak minket, mint a redvásszart, és hogyha leülnék gondolkodni azon, hogy vajon miért, nem tudom megmondani. Egyszerűen nem tudom megmondani, mert tehát azon kívül, hogy nem bír a pofám. Uh-huh. Tehát, hogy okod biztos, hogy nem adtam de el. Amúgy de valamikor az is elég. Persze, hogy ne. Erről beszélek, hogy ezért nem érdemes forogni rajta, mert igen. Tudom magamról, hogy biztos, hogy nem csináltam semmit, ami miatt ennyire gyűlöl vele. Uh-huh. Ja, persze, nem kell. Nem is kell azt csinálni. Az édesanyjuk meg túl idős. Ennél csak megszólalni néha. Igen. Valakinek ma az is kibassza a biztosítéka. Igen. Ennyit ez erről. Ilyen. Szóval szerintem, és ne, hagyjad el ezzel az irigyes dumával, mert szerintem ennek sincs semmi értelme ennek az irigyes dumának. Dehogy is. Egyszerűen. Ez szerintem bármilyen emberként el kell fogadni. Mindegy, mit csinálsz. Valaki nem bír, és kész. És nem mindenhol kell, igaz. Persze, és nem kell neki feküdni azon, annak, hogy az egy gyerek, az kedveljen meg engem. Uh-huh. Mert ki nem szarja, ott van egy csomó másik. De amúgy ez mindenhol igaz tényleg. Hát most elég, hogyha mit tudom, bementek egy multihoz. Uh-huh.
ott nagyon sok emberrel találkoztok, biztos, hogy lesz olyan, aki nagyon, akinek nagyon nem lesz szimpatikus. Hogy nem? Hozzá se fog szólni. Hogy nem? Tehát... Hogy nem? A pacarra jöngók gyűlölnek. Gyűlöljenek, nekik van elég bajuk. Az, az egy olyan kör, hogy teljesen értjük, király. Igen. Ez mondjuk egy rosszabbig eset, amikor egy ilyen kis vállalkozásnál dolgozol, ahol öten vannak, és négyen nem szeretnek. Hát, vagy egy cégnél dolgozol, ahol öt emberből ketten nem ismernek egymást után. Igen. Az is jó. Az úgy rossz lehet. Igen. Remélem, oda nem megyek valamilyen megrendelést látni, vagy ilyesmi, sose lehet tudni. Lesz. Sose lehet tudni. De mondom még egyszer, ez mind onnan indult ki, hogy most teljesen mindegy, hogy egy általad kedvelt zenészről, vagy egy youtuberről, vagy milyen, vagy miről van szó. Vannak emberek, akik azonnal, ugye első benyomásban így, ez egy fos, tök mindegy, és akkor tudod, így egy rajongó meg azt mondja, amit tudom, egy ásos például, hogy a gyerek, nem tudom, 10 millió követik. Hogy mondhatod rá csak így, hogy egy fos, hogy azt mit csinál. Igen. Úgy, hogy így. A legtöbb embernek egyébként nem jelentenek ezek olyan sok dolgot, vagy sok mindent. Nem. Ha belegondoltak, és ez így is van rendben. Mondom, én meséltem nektek sokszor egy emberi kapcsolatokról, hogy milyen rossz például az, amikor mondjuk egy baráti társaság része vagy nagyon-nagyon sokáig, és így kiderül, mint olyan 6-7 év után, hogy az egyik csávó úgy végül jut át, mint a szard, és fel se tűnt. Uh-huh. Olyan is van. Igen. Csak mindig másoknak mondtam, amikor nem voltál ott. Az jobb ennél? Nem tudom. Mert fogul, én ugyanígy gondolkozom, ahogy te. Hogy? Hát, hogyha zavar egy tartalom, akkor nem nézem. Igen, tudom, az a baj, hogy ezt azt mondják, ez alap. Azt mondják erre, az a baj, hogy... Na, valamikor direkt azt nézem, olyan is van. Ebbe segítsetek nekem, mert ez tök durva. Ezt a múltkor nekem megpróbálták elmagyarázni. Én meg úgy tettem, mint aki érti, mert nem volt olyan sok időm, de utána is gondolkodtam rajta. Azt mondják, hogy ez, hogyha nem tetszik valami, nem kell nézni. Ezt amúgy sokan nyomják, mit tudom én, a stand-upba is, meg mindenhol. Uh-huh. Általában azért idősebb emberek, azt mondják, hogy ez nagyon boomer hozzáállás. De figyelj, mert most próbálom elmagyarázni ezt, amit elmagyaráztak nekem, aztán elmondod, hogy te érted-e, meg a közönség elmondja, hogy ezt hogy kell értelmezni. Szóval azt mondták, hogy ez nagyon boomer hozzáállás, hogyha nem tetszik, nem nézed. Azért, mert a világ azt várja tőled, ezért van internet, hogy mindent megnéz, és amit nem szeretsz, arról igenis el kell mondani, hogy szar. Értem. Mert az a véleményed, és az internet erről szól. Az van, hogy mi boomerek, idézőjel, mi nem értjük ezt, hogy ők nem gyűlölködők, csak elmondják a véleményüket. És biztos, hogy láttál ilyet a chatbe, hogy ő csak elmondta a véleményét. És így jössz, hogy ki a faszomra te érdekel a véleményed, mert nem érted. Uh-huh. És a fiatalok meg azt mondják, legalábbis ők mondták, hogy de nekik el kell mondani. El kell mondani. És hiába magyarázott, hogy ez régen nem így, meg nem erről szól, meg a tolerancia, nem, hanem csinálni kell a ízét, és tudod, ez is olyan, hogy más azt mondja rá, hogy jó, megint csak generálod, tudod, meg bífet akarsz csinálni, meg ilyenek. Nem. El kell mondani. Mert az a véleményed, és a véleményedet el kell mondani. És szerintem ez egy, jó, most nevezzük ezt is generációs különbségnek. Nem tudom, lehet, hogy az, de az biztos, hogy én nagyon sokszor kerülök emiatt szarba a cseten, meg a Twitteren, meg mindenhol, van, hogy csak a saját fejemben, mert nem megyek el odáig, hogy visszaszóljak, hogy én ezt, nekem ez annyira idegen, annyira nem értem, uh-huh. Vágod, hogy amiatt leszek mérges. De az pedig biztos, hogy nem csak... mindenki ilyen. Szerintem a fiatalok között is van olyan, akik egyszerűen csak tovább biztos, lépnek. Hogy van, mert mindig vannak kivételek, csak mondom, érted. Hogy ezt a jelenséget nekem így magyarázták el. Értem. Valamennyire. És ezért mondják azt, hogyha tudod, így nem érted, hogy miért jönnek az emberek szarozni, akkor miért néznek, ha nem szeretnek, erre mondják azt, hogy nem tudod fogadni kritikát. Na jó, csak értem. Azt felejtik el, hogy tudod, kritikának nevezik azt, hogy bejönnek, és egy perc alatt véleményt alkotnak rólad, hogy fos, amit csinálsz, és tovább mennek. De akkor is ez van, mert hogyha neked ezzel problémád van, akkor neked azzal van problémád, hogy elmondta a véleményét, pedig véleménye neki lehet. És ez igaz. Amúgy. Csak, tehát, hogy ez egy kicsit ilyen meg van csavarva, de nagyon sokan így értelmezik ezt a dolgot. Szóval az, hogy most hogy azt mondod, hogy ha nem tetszik valami, miért pazarod el az idődet, az full boomer, uh-huh. Vágod? Ha azt mondod valakinek, hogy mindenkinek van véleménye, de általában nem nagyon érdekli a másik, hogy miért kötöd az a másik oldalára a véleményedet, le van szarva, az is kurva boomer. Aha. Érted? Mert hogy az internet nem erről szól, hanem arról szól, hogy mindenki leír a véleményét, és abból lesz valami. És én ezt megértem. Tehát próbálom érteni, és hogy mondjam neked, felfogom azt, hogy valószínűleg ez egy probléma itt nekem. Uh-huh. Mert ha tényleg így van, akkor ezért vagyok sokszor így, hogy igen. Mi történik? Tehát tudod, ez a bejön valaki, az meg, és így mit tudom én, beír valamit a chatbe, és így ülök, tudod, egy fél percig, és gondolkozom, hogy mit csináltam? Nem is mondtam semmit, tudod, csak így nyomkodom a gombot. Hát mert nem aktuálisan arról írnak. Igen, legtöbbször. Hanem ilyen pontosan. Hát ugye pontosan. Ezért nehéz ez, főleg egy livestreamben nehéz ezt uh-huh. feldolgozni.
Na mindegy, érdekes. Ez egy érdekes jelenség, és csak kíváncsi én voltam. Én nem szoktam ilyeteket csinálni. Olyat szoktam, hogyha valami nagyon nem tetszik, mondjuk először túllépek rajta, aztán még egyszer szembe jön, akkor adok neki időt. Hogy érted ezt? Hát, hogy utána járok. Jó, hogy miért mondják? Hogy miért nem tetszett nekem? Elsőnek, hogy megpróbálom megérteni, tudod, megnézek több tartalmat. Jó, értelek. Tehát hogy adok neki még egy esélyt. Értem. Olyat szoktam csinálni amúgy. Igen. De lehet, hogy ez, nem tudom, lehet, hogy ez rossz hozzáállás fogalmas, és akkor próbálom megérteni, hogyha már még egyszer szembe jön velem valami. Uh-huh. Azt, hogy én túl gondolom, hogy az emberek miért érnek valamit, ez így van. Ez abszolút így van. Uh-huh. Ez abszolút így van, de ezt tudjátok, akik régóta itt vannak a műsorban, azok tudják rólam ezt, nem tudom, hogy közületek van-e ilyen ember, én mondom, rettenetesen racionális embernek tartom magam, ez nem azt jelenti, hogy okos vagyok egyáltalán, sőt, ugye ezt kiszűrni szoktam hangsúlyozni, az egy egész jó mix lenne, csak az a baj, hogy racionális gondolkodású, nem túl okos embernek lenni borzalmas, de hát üdv a világomban, és mindig a miértjét keresem a dolgoknak. Én vagyok az az ember, akinek ha mondasz valamit, akkor így érdekel, hogy miért kérdezted. És általában ez így bosszantja is a többi embert. De mindig nem ez a lényeg. De igen, tehát próbálom felfedezni, hogy vajon miért, vagy miért kérdezték ezt. Nem csak az érdekel, hogy mit mondtak, uh-huh. hanem hogy vajon miért mondják, hogy most valami rosszat csináltam? Vagy hogy mi miatt? És ja, ez egy kurva idegesítő dolog. Ez van. De nagyban eltérnek az emberek ettől, tehát ebben egymáshoz, vagy egymástól, és ez sok ellentétet szül sajnos. Hogy ki hogyan kezeli, megérti, nem érti meg ezeket a dolgokat. Ez van. Uh-huh. Minden tartalomgyártó azzal fejezi be, kommentelj, ne lepődjetek már meg ezen. Mármint min? Hogy, tehát azon, hogy lehetséges. Hogy leírják a véleményüket az hogy, emberek? Aha, hogy lehetséges. Hát én egy videó esetén nem lepődök meg ezen például. Én sem lepődöm meg a videó esetén, de az is igaz, hogy éveken keresztül, sőt évtizeden át ugye arra buzdították a közönséget, hogy mondják el a véleményüket. Igen. Ha belegondolsz, tehát ebben igaza erről van. Erről szól. Persze. Ebben igaza van, hogy lehet, hogy ez is része, hogy ugye így minden tartalomgyártó az engagement miatt folyton azt írta, ilyet mondom, a véleményeket, ti mit gondoltak róla, mit szóltak hozzá, faszom. De az emberek ez... akkor ott leírják, amikor mi is kérjük őket, azzal nincs is baj? Igen, de hogy lehet, hogy összességében ez hatással volt, tudod, hogy az mindenhova? Emberekre, ja. Hogy mindenhova le kell írják. Lehet. De a témáról, nem az előadóról. Uh-huh. Jó, hát mondjuk az is benne van. Igen. Hogy általában az adott témára kérjük, hogy igen, ki hogy igaz. Gondoljátok, és akkor jön a dagadt vagy. Igen, de tudod, ez is olyan... Kösz szépen, leírtad. Igen, tudom. Ja, úgy igen. Asszony, jó főz. Igen. Ez a kedvencem. Most ezt szoktam látni mostanában. Igen, lassan mágos. Azt, hogy látom, jól főz, Jani. Ja, na mindegy, nem ez a lényeg, de hogy az is lehet, hogy tudod, maga a vélemény megosztást lehet, hogy valamilyen szinten ténylegesen kondicionálta, hogy írjátok. Igen. Az évek alatt. De szerintem teljesen oké. Okay. Igen. Nincs ezzel gond. Hogy mindenkinek joga van véleményt alkotni, és ők ezzel így élnek. Persze. Csak mondom, olyan furcsa volt hallani, hogy van egy réteg, aki szerint ez kötelező. Ez muszáj. Megted, különben, tudod, így gyenge vagy gyáva, vagy nem tudom. Igen. Azt nem tudom, hogy ki kommentel már. Egyébként pont ezen gondolkozom most. Hogy érted? Tehát, hogy szerintem mi, a mi generáció, meg Bazsi rád is nézek, szerintem mi vagyunk azok, akik nem kommentelnek. Hát nem igazán. Csak így megnézünk valamit, azt megyünk tovább, nem? Az a baj, hogy ez most lehet... Szokták kommentelni, Bazsi? Videók alá. Az a baj, szerintem ez buborék, de tény, hogy mi annyira nem. Én egyáltalán nem szoktam. Én azért nem kommentelek, mert én már a csapat tagja vagyok. Aha. És régebben kommenteltél? Nem, amúgy, de a régebben nem olvastam ennyi kommentet. Jó, az igaz. Most, amikor látok orbitális fasságokat, akkor inkább belépek, vagy csinálnék szívem szerint egy fake accountot. De ez ki csinálod? És akkor azzal kommentelnék oda, hogy a véleményemet el tudjam mondani, de mégse lehessen. Akkor lehet, hogy buborékba élek. Na mindegy. Szóval csak azon gondolkozom pont, hogy kik kommentelnek. Mert szerintem a tőlünk idősebbek lehet, hogy hamarabb kommentelnek. Mondjuk egy Facebookon. Hát Facebookon, igen. És hogy a tőlünk fiatalabbak meg furcsa, hogy ők biztos Jani, nem. Dehogy nem kommentelnek ők is. Hát most a TikTokon nincsenek hozzászólások. Most azt akartad mondani, hogy csak az öregek kommentelnek? Uh-huh. Nem. Nem? Nem. Nem tudom. Nem. Én mondtam nektek ezt már sokszor, hogy rettenetesen, tehát hogy nem tudom, tehát nem tudom, hova kommenteltem oda. YouTube-ra szerintem soha. De az több okból is. Szerintem én sem. Tehát ugye a poénból ilyen... 2013 szóval. Előtt nem volt hova vagy miért kommenteljek, mert kb. Egy zenét hallgattuk YouTube-on. 2013 után meg már nem úgy tudtam kommentelni, mint... Mint előtte. Mint előtte tudtam Persze. volna, szóval így... És sose. Nem.
Twitteren van, hogy odaírok, így, tehát hogy kommentelek. Jó, az más. Így nem tudom, hogy évben egyszer amúgy valami account alá, de azt úgyis látja mindenki. Mert azt meg lehet nézni. Hát jó, igen. Mármint, várj egy kicsit. Meg az X-en vissza kell fogni magát az ember. Várj egy kicsit, tehát itt most arra gondolok, általam követett emberek posztjai alá. Nektek válaszolni szoktam, az más. Na jó, hát igen. Ez az. Tök más, az tök más. Az persze, azt csinálom. Hogy ne. De mondom, így mint normál social media user, hogy úgy mondjam, én nem szoktam, de lájkolni azt szoktam, amúgy, uh-huh. Már hogy így kérdezted, tehát Twitteren lájkolni szoktam. Azt én is. Azt sajnálom is amúgy, hogy most már nem látszik. Mert szerintem tök menő volt. Írd be te is alá, hogy lájk. Mint Hamill? Mint Mark Hamill. Jó, szegény, amúgy eldobta most már. Igen? Hát igen. Az a baj. Át kellett volna menni a Threads-re. Kihúnyt a fénykardja. De ez van. Tehát lájkolni szoktam. Sajnálom, hogy nem látszik már, mert szerintem tök menő volt, egy csomó ember látta, hogyha mit tudom én, mondjuk én lájkoltam valamit, és akkor így rájött, hogy tényleg az is egy jó dolog, vagy nem tudom, tehát szerintem volt értelme, most már nem látszik, sajnos. Lájkolni szoktam, de kommentálni nem. Lájkolni, az nem jó, hogyha nem lájkoltam, mert a like ingyen van. Nyomni kell a lájkot. De amúgy lájkolni én is szoktam. Az rendben van. Hát valahogy etetni kell az algoritmust. De csak a saját tartalmainkat lájkolom. Mindig. Igen. Négy különböző accountról. Igen. Az a baj, hogy most már meg kell néznetek a posztotokat, hogy ki lájkolta most már, vagy az activity feeden kell látni, pedig olyan menő volt, hogy tényleg így a newsfeedbe feldobta, hogy valaki lájkolta a kommentet, és így láttad, hogy jó, de jó, meg minden. Lebuktunk, bizony. Főleg, mikor úgy rakjuk ki, értitek mondjuk a videókat, hogy már van rajta, vagy 8 megtekintés, vajon hogy? Ugye? Ezt gondolja végig valaki. És Kiza írja nekünk, hogy én Instán tegnap előtt írtam a Garciának, hogy a Tarkon holdat napszöveg nagyon gáz. Na, és Garciának, ő látni fogja? Ja, ő a Verdás srác. Azt nem tudom ki. Szerintem ő az, aki tudod, akinek az a régi Amcsi Verdás. Jaj, aki a izé nyomja. Tudom. Na, és Kiza, tudom. Megmondtad. Őt is... Nagyon sokan nem szeretik, pedig ha láttatok már tartalmat tőle, mit nem lehet rajta. Én nem tudom, hogy mit. Tehát, ez ugyanez a helyzet. Hogy mit, tehát, és így nem, az egy kocsak. És így miért? Nem. Ez a vélemény. Még a Tarkon hordott napszerűs tényleg gáz. Amúgy szerintem is. Kurva gáz. Stiló. Ez stiló? Hát elmondták nekem is, hogy az öftáska mennyire gáz, most mit csináljuk, bazd meg? De bazd, hogy Tarkon hordani a napszerűséget, kurva gáz. Ki csinál olyat? Jani, ilyes már meg. Szerinted kurva gáz. Jani, szerintem a csikánó stílusú fent begombolom az inget, és máshol nem. Az is kurva gáz szerintem most, de nekik... Nekem az is kurva gáz. Van, aki meg ugye ezt ír, ahhoz a stílóhoz az megy, hogy ott hagyja a napszöveget. Ez szerintem is borzalmasan néz ki, de most az úgy az összképhez hozzátartozik. Magyar mentalitás. Mármint az, hogy gáz a targomódott napszemüveg? Nem, az, hogy ahogy én gondolom, az úgy van is kész. Ja, az lehet. Amivel amúgy nincs gond, mert úgy gondolod, és kész. Csak attól nem lesz úgy. Ennyi. Igen. Biztos, hogy ugye az internet alkalmas arra, hogy a legnagyobb fasságokra is találsz olyat, hogy aki egyetért veled. Egyébként, tehát amikor megírják nekem baznak, hogy akasztam fel magam, azon is mindig van, vagy 3 like. Hogy az na. Első 2 másodperc, csak. Mindegy, de hogy na. Tehát, érted? Tehát mindig találsz olyat, aki egyetért veled. De tény, hogy most ez egy vélemény, ez van. Most vannak, akik meg úgy vannak vele, hogy ki nem szarja ebbe azok, akinek hol van a napszövege. Ez van. Jó, persze. De azt kell megérteni a buborékozásból, hogy vannak emberek, akik ránéznek egy képre, és azt mondják, hogy ura, jön ez a kocsi. Vannak olyan emberek meg, akik ránéznek egy képre, és így hogy lehet így hordani a napszöveget? Na, pontosan. Érted? És így ugyanazt a képet néztétek, és nem tudod, hogy mi történik. Na mindegy, ez van. Úgyhogy azért mondom, hogy elképesztő, hogy miket tud, tehát milyen sokszor nem létező konfliktusokat tud generálni az internet az emberek között, pusztán csak amiatt, mert más a hozzáállás, stb. Uh-huh. Neymarról van egy kép, ahol Tarkon van a napszentsi, hátrafordított baseball sapka, és a tenyerével takarja a napot, amelyre néz. Az komoly. Az komoly. Na az mennyire komoly? Hát fullos a szett. Ez van. Crocs-ra is úgy néznek sokan, hogy ez hogyan létezhet, mégis folyton van új kollekció. Geci sokan hordanak Crocs-ot. Legmenőbb. Kurva a Crocs. De vannak olyan emberek, akik mondjuk... Respekt, akik az utcán is hordják. Így van, és vannak neki. Olyan emberek, akik ha meglátnak valakit Crocs-ban, akkor így gyakorlatilag egy teljes jellemrajzot adnak róla. Pedig amúgy vicces emberek a Crocs-os emberek általában. Igen, és amúgy bele lehet látni egyébként dolgokat, de azt kell megérteni, hogy vannak olyan emberek, akiket nem érdekli, hogy most Crocs van rajtuk, vagy nem. Tehát nem gondolták ezt végig, hogy most ez gáz, vagy nem. Ők szabadon élnek. Igen.
Szabad felfogásról. A csövesek, hát ezért a csövesek nem nagyon járnak Crocs-ba. Én még nem láttam olyan csövest. Hát a találnak, mert vannak gagyi Crocs-ok is. Hát, jó, de az utánzat. De az is Crocs. Ja, hogy az is Crocs. Mint a narancsos kóla, ez olyan. Ja, jó. Visti ezeket a kommenteket, amikről beszélsz, például, hogy akadsz... Hogy akadsz fel magad. Ja, igen, bocsánat, azt hittem, hogy a felakadniról van szó, hogy akadsz fel magad, össze kéne szedni, és akár egy videót is lehetne csinálni. Én például követem őket minden létező platformon, ez Jani két napja találta ki. De igen, mindezben kivéve TikTokon, és kb. Sehol nem látok ilyeneket, azért is néznék meg egy nagyon ilyen jó videót, hogy ezekre esetleg reagáltok. Na, ezért kell megcsinálni azt, amiről beszéltünk. Tudom, Jani akart egy, most várjátok, ne menjünk bele egyébként a részletekbe. Még nem. Még ne menjünk bele a részletekbe, kérlek, ne áruld el magad. De Jani gondolkodik azon, hogy egy platform erre lenne kihegyezve, ami direkt nektek szólna, hogy lássátok ezeket a fantasztikus dolgokat. Én azt gondolom, hogy én nem látom annyira nagyon értelmét ennek, mert, hogy mondjam, tehát ezek olyan szintű túlzások. Jó, de legtöbb vicc. Vicc? Hát van egy csomó vicc köztem. És ez vicces? Hát, egy csomó embernek az. Én néha rögök rajta amúgy. Igen. Erre szoktam azt mondani, hogy miatt végképp bumának neveznek, hogy ezek azok az emberek, az meg, akik a földet nézik, amikor veled beszélnek élőbe. Lehet, amúgy. Érted? Lehet, hogy ezek olyanok. Legalábbis annak idején a földet nézték. De ez így ilyen... Na mindegy, de most van egy pár nagyon-nagyon durva. Most már nem. De össze lehetne gyűjteni őket egy helyre. Uh-huh. Amúgy, de szerintem ennek nincs értelme, mert ez azt generálná csak, hogy már csak azért is írkálnának, hogy hát ha odaig. Szerintem nincs ennek semmi értelme. Lehet, hogy akkor nem. Az a baj, igen, erre nem gondoltam, igen? Hogy ez generálná. Generálná, az a baj. Ez és aztán már csak poénból is ilyeneket írnának az emberek. Igen, mert olyan vicces. Mondjuk akkor, az is vicces. Engem. Nem tudom, meg az igazság, hogy kiveszne az őszinteség ezekből, mert amúgy vannak olyan kommentek, és csak hogy érintsük ezt is, mielőtt megyünk, vannak olyan kommentek, amik meg olyanok, hogy az ember leírja neked, jó, persze vannak benne túlzások, leírja neked, és végig gondolod, hogy amúgy lehet, hogy kár volt mondjuk belemenni egy bizonyos témába, vagy hasonlók, csak nagyon nehéz, tudjátok, mert az is jogos, én igyekszem kerülni az olyan témákat, amikről tényleg fogalmam sincs, csak nagyon sokszor nagyon nyomás. Tehát érdek, hogy mindenki hallani akarja a véleményed, meg minden, és akkor persze, hogy beletereled magad a szarba, mit tudom, mondjuk pisztolyt vannak a fejedhez lassan, hogy Taylor Swift-ről kéne véleményt alkotni, és így ülsz, hogy de ha elmondom, mit gondolok, akkor arra úgyis katasztrófa lesz a véget, tudod, de hát ez van. Úgyhogy vannak ilyenek, de mondom, az ember ilyenkor, tehát én ilyenkor abszolút megértem, hogy miért mérgesek az emberek. Meg lehet érteni. Igen. Én úgy gondolom egyébként, hogy az embereket nem az különbözteti meg egymástól, hogy mennyire heves véleményük van, hanem hogy abból a heves véleményből végül mit mondanak el. Uh-huh. Tehát nekem is van olyan, hogy görgetem a Twittert, és minden harmadik olyan, hogy kibaszott idiót. Hogy senki nem írja neki, hogy lehet. És tovább görgetek. Tehát mindenki alkot véleményt. Csak nem írja oda. Legalábbis a boomerek nem. Én csak így tudok létezni. Mert az a baj, és ez a legtöbb vitára érvényes, hogy gondoljatok bele, ezt már mondtam nektek, de hogy ki a hibás? Most láttok egy embert, aki szerintetek egy baromságot mond, vagy szerintetek a véleménye kurva gáz, és emiatt a csávó kurva gáz. És ti meg akarjátok írni neki azt, hogy milyen gáz a véleménye, vagy hogy mennyire gáz ő. Majdnem biztosak vagytok benne, hogy ezt reakció fogja követni, hiszen hát hogy hagyná ő szó nélkül ezt a dolgot. Nyater? És nem tudom, hogy tehát az, aki azt gondolja, hogy meggyőzhetőek ezek az emberek, vagy hogy valaki építő jelleggel fogja fogadni azt, hogy megírtad neki, hogy a kurva anyádat, lesz úgy nehéz, ugyanúgy agressziót és szart váltasz ki belőle. Ergo, egy általa szarnak gondolt dologhoz hozzányúlsz, és szart is kapsz érte. Na most ki az, aki ebbe szándékosan belemegy? Hát szerintem, aki ebbe szándékosan belemegy, az meg is érdemli. Mert hogy ez az, amire számíthatunk, és pontosan az fog történni. Tehát, hogy akiben egy szikrány olyan is van, hogy így leírja valaki, hogy nekem tetszett ez a film, te meg leírod, hogy te nyomorult, hát hogy tetszett ez a rakás szar, és ő arra azt fog érni, hogy jé, tényleg igazad van. Nem is tetszett. Tehát, hogy akinek ez a szenárió, hogy a fejébe él, ott gond van. Ezért mondom, és ha meg magadnak generálod azt, hogy a social médián naponta 20-szor felbaszod magad, annak valójában egy nagy részét te csinálod. Persze. Szerintem. És pont úgy algoritmus. Lehet, és pont úgy lehet elkerülni, hogy így ott van az agyad, ránéz, és azt gondolod, hogy hű, mekkora faszapó az ember, vagy valami,
de nem érod oda, és mész tovább. És elkerülöd ezeket a végtelen vitákat, meg hogy olyanra akartok egymással menni, és kiderül, hogy az egész abból indult ki, hogy a karamella finom, vagy nem. Uh-huh. Igen, amúgy az, a legviccesebbek szerintem ezek a social médián veszekedő emberek. Mm. Én azok a viszont jót lehet nevetni, amikor egymást akarják megölni kommentekben, uh-huh. és sehogy sem megy, mert nem jönnek rá, hogy nem fogják az interneten meggyőzni a másikat. Igen. Sehogy. Igen, ez az egyik része, a másik súlyos része az internetnek, és ez a komment szekcióra is vonatkozik, akkor is, ha csak egy nicknév, ha én látlak, akkor mindenki lát téged. Tehát az, hogy te kidobtad a véleményedet az internetre, az nem egy egyirányú dolog. Uh-huh. Mások is látják. Az, hogy te elmondod a véleményed arról, hogy egy embercsoport rohadjon meg, az az embercsoport is lát téged, és mindenkinek lesz véleménye rólad. És az ismerőseid is látják, hogy mi a véleményed, uh-huh. és nekik is lesz véleménye rólad. És ha egyszer csak nem érti az ember, hogy mi a faszért rühel mindenki, mint a szart, akkor az azért van, mert nagyon hangosan kiabál. És azt hitte, hogy nem hallja senki. Tehát ez a social médiának egy nagyon furcsa csapdája, amit szerintem sokan így, nem is azt mondom, hogy nem értenek, mert nyilván értik, csak ez valahogy így tudat alatt elbújik, és így nem foglalkoznak vele. Persze. Egyébként, hogy nem értik meg azt, hogy egyszer beszólsz, kétszer beszólsz, háromszor beszólsz, és már ismernek. És rólad is egy olyan vélemény van alkotva, hogy nem érted, hogy miért nem kedvelnek az emberek. Hát azért nem kedvelnek, mert három véleményedet látták, és így, úristen. És tök mindegy, hogy te milyen fasz a gyerek vagy azon kívül, már elástak. De én továbbra is azt gondolom, hogy nagyon felszínes dolgokra való az internet. És hogyha megpróbálunk bármilyen mélyebb dolgot csinálni, akkor erre alkalmatlan ez a kommunikáció. Muszáj valaki veszni. Mint a social media. A social media, bocsánat, igen. Tehát az, hogy most így kommentelgetünk egymásnak, abból nem fog sok minden kiderülni. Nem. Bár megmondom őszintén, és ebben van egy fokú dolog, ami olyan, hogy néha élvezettel tölt el, hogy amikor valami nagyon nagy baromságot olvasok, néha könnyít a lelkem, amikor így belegörgetek a komment szekcióba, és látom, hogy jó, megmondták. Tehát ilyen is olyan, az hozzá tartozik az élményhez. De ez gonosz dolog. Ez gonosz dolog. Na most ez nem miért? Nem. Nem, mert itt megértem azokat, akik azt mondják, hogy de neked is van véleményed, ha úgy gondol, írd le. Én megértem, mondom. Csak én nem vagyok ilyen. De a komment szekció validálja a gondolataidat. Amennyiben validálja. Ha nem, akkor lehet, hogy veled van a gond. Igen, amikor azon örjöngök, hogy egy rendkívül megnyerő képet felraknak valamilyen színésznőről, ami alatt van 4000 like és 500 komment, uh-huh. és az nem az a színésznő. Na. És egy kommentet se látok, ami leírja, hogy ez nem az a csaj. Miért nem írom le? Neked kellene leírni. Mert annyira nem érdekel. Na, ugye? Igen. Ez és van. Ott pörögnek a fake infók. Ott pörög a fake info. Te lehetnél az izé, mi az X? A community note? Community note. Az a baj, hogy arra sajnos nincs idő arra, hogy élet kell. A realista énemnek meg az, ez meg egy olyan dolog, tudod, hogy és most, tehát én nagyon sokszor kitettem annak már magam, srácok, hogy megpróbáltam megnyílni teljesen az emberek előtt, hogy én milyen vagyok, meg beszélni magamról, meg hogy mit gondolok magamról, és ez mindig megosztó, meg nem értik az emberek, hogy miért csinálom, pedig amúgy ez egy térkép. Itt van például ismeretlen 19. Igen. Megkérdezi, hogy Bazsi, itt van-e még? Na, ugye? És itt van még? Mi ennek a kérdésnek az értelme? Miért írt ez be? Mert zavarja, hogy Bazsi rég beszélt. Szerinted, Balázs? Mi az őszinte véleményed? Miért írta be? Hát nyilván ez. Feltűnt neki, hogy elbeszéltek egymással, én meg nem szólok hozzá. Nagyon jó. Az első gondolatom az, hogy valami olyan mérhetetlenül unja, hogy pofázok. Nem, hogy olyan szinten nem kíváncsi arra, amit mondani akarok, hogy már arra kíváncsi, hogy az egy ember, aki egy ideje nem szólalt meg, vajon hol lehet. És látjátok, ez rossz. Ez rossz, ahogy Jani gondolja. Csak ezért szoktam elmondani nektek ezeket a dolgokat, nekem nincs igazam, és ő valószínűleg azért írja, amit Jani meg Balázs mond, csak én így működök. Látod, ez ezért rossz. Mondtam nektek, hogy az, hogy racionalizálni akarsz mindig valamit, és mindig keresed az okát annak, hogy vajon mit ír az ember, pedig nagyon sokszor egyszerűen csak annyit, amennyit ír. Ez egy ilyen dolog, és ezzel nem tudom, mit csinálni. Mert akkor rögtön magadban keresed a hibát. Pontosan. Pedig amúgy nem is arról van szó. Így van. És látod, ez a durva, hogy ezt próbáltam elmondani, hogy én sajnos ilyen nagyon furán vagyok bekötve, és ezért mondtam azt a műsor alatt, hogy nagyon sokszor emiatt kerülök szarba a komment szekcióba, vagy emiatt akadok fent. Mert tudod, nem értem, hogy mi történik. Aha. Ez hát szarlak, igen, ez rossz, tehát ebből sokszor idegeskedsz emiatt. Igen, és az a durva, hogy amikor beszélgetek emberekkel, és én ezt így megpróbálom elmagyarázni nekik, akkor így mondják nekem, hogy hát igen, menj nyomorult vagy. És így ülök, hogy igazad van. Mondom, igazad van. Mondom, tudom ezt magamban, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz tulajdonságom, de nem tudok vele mit tenni. Vagy nem tudok vele mit kezdeni. Mert egy nyomorék vagy. És így,
Jó, értem, de hogy szerinted van valami, amúgy, hogy ezzel, hogy ezt meg kéne változtassam a gondolkodásmódomat. Meg. Hát változtass meg. De nem tudom, mert egy nyomorult vagy. És így, oké. Fasza. Én értem. Fasza. Pedig amúgy tényleg ezzel változtatni kellene. Csak nehéz ezen szerintem. Így van, meg az embereket nem igazán érdekli azt, tudod, hogy most miért vagy ilyen. Na, akik... Nem is az emberek miatt, magad miatt. Igen, jogos. De azt mondtad, hogy amúgy... nekem ez egy olyan dolog, és azért is szoktam ezekről beszélni, mert tudom, hogy nagyon sok néző annyira régen van itt, hogy ezt kitalálták maguktól is. És tudják, hogy erről van szó, és ezért nem is mérgesek rám emiatt, nagyon sokan viszont nem. És én csak azért szeretek beszélni ezekről a dolgokról, mert hát, ha valakinek hasznára válik az, hogy így megérti, hogy ez nem az, hogy most leállsz baszakodni, hanem én tényleg keresem az okát, mert ilyen, én így el vagyok baszva, ez van. Persze. Csak tudod, a közönséggel én meg tényleg mindig próbálok, tudod, őszinte lenni. Így ezekkel kapcsolatban, hát, ha segít. Aztán valaki meg egyszer csak leírja, hogy mert nyomorult vagy. És azt is megértem egyébként, mert neki annyira idegen, hogy simán annyira különbözik az ő gondolkodásmódjától, hogy annyit tud mondani, hogy hülye. Valószínűleg. És mondom, ezt is meg kell érteni. Szerintem, mert az emberek ennyire mások. Hát simán most érted, ha annyira távol állsz valakitől, akkor persze csak simán lehülyész, mert értelmetlen, amit csinálsz. Igen. De ez egy olyan dolog, hogy van, aki az ezek melletti dolgokat szereti annyira, hogy ezek mellett így el tud sétálni. Van, akit meg annyira zavar például, hogy kifordul a szobából. Kommentel egyet. Ja. Mindegy, megyünk tovább, Jani. Mesélj te valamit, vagy húzzuk a faszba. Megyünk akkor. Megyünk akkor. Valahogy éreztem, Jani, hogy nincs már, nem is kedvem. Ez ennyi bőven egy volt. Ez egy tökéletes happy hour volt. Eleje, vége, és valamiért a VR app nem működik, látod, visszaért. Az app ide. Működik, a menetrend része nem működik. De ha működik, bazzeg, de mindenki nyugodjon meg, mert a VR shop működik, úgyhogy lehet vásárolgatni. Felhívom a figyelmet erre a csodálatos palackunkra, ami a Happy Hour palack, a műsor címével fémjelezve. Köszi szépen, hogy itt voltatok ma is, köszi, hogy megnéztétek a videókat, amiket kiraktunk tegnap, ma dupla stream lesz. És egyben tesztelünk is tovább a tegnapi tesztet. Nagyon köszi a tegnap az összes visszajelzést, srácok. Nagyon hasznos volt, és nagyon jó volt látni, hogy próbáltatok segíteni, mert ez egy tényleg mérföldkő szintű változás a csatornán. Nagyon izgalmas. Kicsit félek is amúgy, hogy minden rendben fog-e működni, meg hasonlók, de... Aki esetleg lemarad, csak hogy legyenek képben, ne. Egyszerre megy a stream most már Twitchen és a YouTube-on is. De most, de Jani, miért zavarod össze az embereket? Nem megy. Hol van a YouTube-on ez a stream? Hát ez nincs. Hát, bazd meg, érted, mit csinálsz? A gaming streamek összekevered egyszerre az fognak menni, úgyhogy lehet majd nézni azt is. Ott is 4K-ban. Ez még több energiafogyasztás, Jani? Meghal a bolygó? Áramodban az esszük az áramot. Neked elég egy? Esszük az áramot. Na mindegy, úgyhogy igyekszünk minőségben újra előrelépni. Nehéz, nagyon nehéz, de kurva menő. Az a baj, kurva menő. Tegnap ezt részletesen ki is bontottuk. Igen. Minden eszközön. Kurva menő. Igen, és gondoltunk ugye hát végülis azokra is, akiknek a cégénél le van tiltva a Twitch. Így van, végre. Végre a YouTube-ot tudják majd nézni. Így van. Ezen kívül még egy dolog van. Na. Így van, ma 11 órától lesz egész napos stream, mert hát ugye ki kell javítsuk a hibákat tegnapról. Igen. Miattam van. Ez is. Na jó, szép napot nektek! Szép napot! Szevasztok!